És azt tudjátok-e, hogy miért vagytok ma itt? Milyen napon? Vízvilág napja. Miért olyan fontos, hogy sok vizet ígyunk? Pontosan így van. A kertvárosi óvodából érkezett gyerekek is sokat tudnak már a vízről. A nyírségvíz munkatársai tartottak nyílt napot Nyíregyháza egyik emblematikus épületénél, a víztoronynál. Érdekes volt ezt így is látni, hogy finom volt a víz is. Köszönjük, köszönjük szépen! További szép napot mindenkinek! És nem csak megnézhették belülről a torony szűk csiga lépcsőit, de számos érdekességet is megtudhattak a szakemberektől. A víztorony azért épült, hogy a környező 10 emeleteseknek a nyomását biztosítsa, tehát nem a vízmennyiséget, hanem a víznyomást biztosítja. Ahova felvisszük a látogatókat, az 35 méter, tehát a talpuk alatt 35 méter betonszerkezet és magasság van, és ezt 238 lépcsőfokon keresztül tudják megközelíteni. A nyílt nap célja, hogy már fiatal korban minél többet megtudjanak a gyerekek a víz nélkülözhetetlen szerepéről, hiszen a kutatások szerint a 24. órában vagyunk. Minden ember és élőlény életfeltétele az ivóvíz, ezért mindenkinek van tennivalója ebben a kritikussá vált időszakban. Nagyon sokan nincsenek azzal tisztában, hogy mit jelent a víz lábnyom. Mondok rá egy konkrét példát, a vízlábnyom ugye azt jelenti, hogy egy termék, amíg előállítanak egy terméket, addig mennyi vizet használunk el. Például egy kávéfogyasztáshoz, egy csésze kávéfogyasztáshoz nem csak annyi víz kell, amennyit beleöntünk a kávéfőzőbe és lefő a kávé, hanem a kávébab elvetésétől tart ez a folyamat egészen addig, amíg lefő az a bizonyos kávé, és egy csésze kávéhoz bizony 140 liter vizet használunk fel. Egy szelet kenyér 40 liter vizet igényel, egy pamut póló 2000 liter vizet, egy szelet marhahús pedig 16 000 liter vizet igényel, még oda kerül az emberek asztalán. A nyírségvíz által biztosított csapvíz egészséges, a legszigorúbban ellenőrzött élelmiszer, amely megfelel a magyar és az Európai Uniós jogszabályoknak is. Csak annyi és olyan ásványi anyagokat tartalmaz, amelyre az emberi szervezetnek szüksége van. A vízvilágnapja alkalmából tartott nyílt napon a közel 500 regisztrált diák a szennyvíztisztító telepet és annak működését is megtekinthette. A szennyvíz egy fogadóaknába érkezik több irányból a szennyvíztisztító telepre. Itt telepen van mechanikai tisztítás, biológiai tisztítás, és a szennyvíz útja az úgy néz ki, hogy a mechanikai tisztítás, itt a darabos szennyeződéseket kiszedjük a szennyvízből egy rács segítségével, utána a következő lépés a homok kiszűrése, a harmadik pedig az előlépítőben az iszapot leülepítjük. Ezután a szennyvíz továbbiakban kezelésre kerül, biológiai tisztításra. Itt oxigén segítségével, baktériumok segítségével lebontjuk a szerves anyagot a szennyvízből, és a tiszta víz az utólépítőn keresztül távozik a főfolyásba. A telep 100%-ban önellátó villamos és hőenergia tekintetében. Az egyes számú szennyvíztisztító telep kapacitása 22 000 köbméter per nap, ennek körülbelül a kétharmadát tisztítják meg naponta.